Üdv mindenkinek, Necroclim vagyok, és jön egy kis bemutató videó a Dead Eye Perkről, ugye a legnagyobb portkavar Dead Eye Perk. Mihez is lehet legjobban hasonlítani? Call of Duty-kban eddig a Stopping Power áll hozzá a legközelebb. Mégpedig mit csinál a Dead Eye? Gyakorlatilag egy kiválasztott golyót Dead Eye-jal ruház föl, magyarul sebzés magasabb lesz. És hogyan működik ez a golyó, mennyivel lesz magasabb a sebzés? Pontosan 40%-kal. Ahogy haladsz följebb a killstreakekkel, úgy növekszik az esélye annak, hogy egy Dead Eye golyót kapj. Viszont 40%-tól sosem fog magasabbat sebezni a Dead Eye, szóval minden Dead Eye golyó 40%-kal fog többet sebezni. Nos, a játékok, amit láthattok, ahogy én haladok följebb a killstreakekkel, igyekszem, és ahogy hogyan jönnek egyre gyakrabban a Dead Eye killek, és beszélni fogunk még arról, hogy hát mennyire éri meg ez a Dead Eye, ugye 5 pontba kerül gyakorlatilag, és egyben a legdrágább perk is, de hogyha berakjuk a perket, akkor 5 kockányi helyet fog elfoglalni, és hogy kifizetődője, megéri-e, stb. Kicsit térünk le a lényegre, és hogy elmagyarázzam nektek, hogy milyen százaléknyi esélyek vannak arra, hogy Dead Eye golyót kapjál gyakorlatilag. Szóval nulla killnél egészen pontosan, bocsánat, 12,5%-nyi esélyed van arra, hogy egy Dead Eye golyót kapj. Egy kill után már 16,67% esélyed van arra, hogy Dead Eye golyót kapsz. Ez a kettő szinte nagyon szar esély, hogy úgy mondjam. Két killnél 33,33%-nyi esélyed van arra, hogy Dead Eye golyót kapjál. Ott már alakul 3 killnél 40%-nyi esély. Tehát 3 kill fölött már 40%-nyi az esélyed arra, hogy Dead Eye golyót találj. Ott már azért kihúz a szarból a dolog. 4 és a fölött lévő killeknél 50%-nyi esély, magyarul nagyjából minden második golyót Dead Eye golyó lesz, ami igazán hatékony tud lenni egyébként a 4 kill fölött, de a valóság az az igazság, hogy így is sokkal nyomasztóbb. Szóval ez volt a papírforma, tehát 12%, 16%, 33%, 40% és 50% már a negyedik kill fölött. No most ez a valóságban egy kicsit úgy működik, hogy nem mindig jön az a 5 kill streak fölötti Dead Eye dolog igazából. Amint itt is látjátok a videón éppen, tehát már 5 kill fölött vagyok és minimum egy golyom az egy Dead Eye kellett volna legyen az előbbi ürgénél. A valóságban nem mindig működik, és én hát játszottam vele, játszottam többféle fegyver, amit látjátok útközben is felvettem fegyvereknek. Hol éri meg, mely fegyvernél éri meg ez a Dead Eye perk? Na, itt is Dead Eye perk kellett volna legalább egy golyónak lenni. Szóval, hol és kinek éri meg? Honey Badgerrel egész jó volt, egész jól adta. Ott úgy egész kultúrát, de én azt mondom, hogy Isten úgy igazából nem olyan hatalmas segítség ez a Dead Eye perk. A Stopping Power-re sokkal többet értünk volna. Amennyibe került, tehát ez az 5 kockányi hely, és egyben a legdrágább perk is, én azt mondom, hogy nem éri meg megvenni, majd hogyha oda kerülsz, akkor szintlépés miatt feloldódik, és akkor meg lesz a Dead Eye perk, érdemes egyszer-kétszer kipróbálni, lehet, hogy neked segít, de nekem igazából nem segített. Azt el kell áruljam, ez nem fog megmenteni attól, hogyha nem tudsz lőni, és hogyha mellé lősz, akkor teljesen mindegy, hogy 50% esély ide vagy oda, akkor is gyakorlatilag meg fogsz halni. Szóval meg kell tanulni lőni itt is, nem fog segíteni többet a Dead Eye perk, amit láttátok itt az előző kis jelentecskénél is, amikor jönnie kellett volna, rára nem jött, csak utána jött egy ilyen random véletlenségben. Szóval azt mondom, hogy nem az igazi a Dead Eye, és lehetne kicsit jobb is. Erős, hogyha már ilyen 5 fölött jársz killstreakekben, akkor talán meg tud menteni. Ha magas killstreakre mész, mint például egy Hilo Pilotre, egy Lokira, valami ilyesmire, akkor talán érdemes berakni, de azt mondom, hogy attól még ugyanúgy kell koncentrálni, és ugyanúgy kell tudni lőni, és ugyanúgy nem szabad belemenned a hülyeségre, mert attól, hogy Dead Eye perked van, senki nem, tehát nem leszem megállíthatatlan, úgyhogy így kell hozzáállni a Dead Eye-hoz. Mint mondtam, a Light Machine Gunnal, amit látjátok, hogy éppen használok,
nem, semmi extra, tehát én azt mondom, light machine gunokhoz nem kell berakni, mert azok elég erősek önmagukban is. Amit javaslok a light machine gunokhoz, az egy rapid fire és egy grip, és már is megvan oldva a dolog, és önmagukban elég erősek is. AK-12-vel is próbáltam, nem, nem, tök fölösleges rá igazából. Aminél jól működött a Dead Eye, az a Honey Badger volt, annál érdemes volt így berakni, submachine gunoknál, vektor, tehát ilyen gyengébb fegyvereknél submachine gun, illetve Honey Badger például FAD, ezeknél érdemes használni, hogy úgy mondjam, néha ki tud segíteni a szarból, de nem lesz egy akkora nagy csodaszámba menő nagy dolog ahhoz, hogy most itt úristen Dead Eye 20 squad pontba kerül, hát azért inkább veszek valami fegyvereket és kiegészítőket, és már többre mentem a Dead Eye-jal, szóval nem mondom, hogy rossz perk, de amúgy rossz perk, szóval 5 helyért azért, hogy berakjam, hogy használjam a Dead Eye-t, annyit nem ér, az az igazság, akkor már inkább használok valami más perkeket, amelyek jobban segítségemre tudnak lenni. Nos, azt hiszem mindent elmondtam, még egyszer mondom. Kíváncsi vagyok a véleményeket, hogy nektek ez hogy jött össze, mennyire szeretitek a Dead Eye-t, mennyire érzitek úgy, hogy nagy segítség nektek. Én mondom, én nem estem hasra tőle. Azt mondom, hogy 10-ből 5-ször, ja, hogy megfelelően kihúzott a szarból, de amúgy, ha tudsz lőni, akkor nincs szükséged egyáltalán a Dead Eye-ra, meg amúgy is szükséged igazából a Dead Eye-ra, szóval nem egy akkora nagy durranás, mint amekkorának látszik tulajdonképpen. Írjátok meg a véleményeteket, ti hogy jártatok vele, nektek mi a véleményetek, hogy sikerült összeszedni vele a killstreakeket, mennyire spórolt nektek a lőszeren, én úgy vettem észre, hogy nekem semmit, igazából már sokat lövök mellé, úgyhogy Dead Eye nálom nem volt nagy durranás, és én azt mondom, hogy annyit nem ér, amennyibe kerül tulajdonképpen. Nos, köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a Dead Eye bemutató, még egyszer elismételhetem, hogy 0 kill után 12% tulajdonképpen, 2 kill után 6%, és 3 kill után már 33%, majd 40%, és 4 kill fölött már 50%. Köszönöm a figyelmeteket, várom a kommenteket, hozzászólásokat, sziasztok! Losing B. Losing Bravo. Odin expired. Losing A. Guard dog ready. We lost A. Enemy has A. Enemy SATCOM spotted. SATCOM uplink enabled. Guard dog KIA.